Mennyire szeretitek a 24 órás vetélkedőt? Már a szombat reggel megalapozta a fesztivál hangulatot, ami Győrben uralkodott a hétvégén. A Városháza előtt vette kezdetét az Aludj Máskor 24 órás vetélkedő, amelyre ismét százával érkeztek a középiskolások. Nagy hagyománya van Győrben a 24 órás vetélkedőnek. Öröm számomra, hogy ebben az évben két új iskolával bővült a 24 órás vetélkedő, sőt Sopronból is érkezett csapat. És hát fantasztikus, már most így reggel a hangulat, nagyon jól érzik magukat a diákok, és azt gondolom, hogy kint a sportcsarnokban is szintén ez lesz. Tehát én is kint voltam végig, és hát valóban számukra is egy felthetetlen nap, és hát jó, kellemes kikapcsolódással hasznosan töltik el ezt az időszakot. Azt gondolom, hogy szükség van ilyen jellegű rendezvényekre, de Győrben ezen kívül is a fiataloknak nagyon sok kikapcsolódási lehetőség van, erre külön odafigyelünk, az év többi részében is így legyen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó ez a program, úgyhogy folytatni szeretnénk természetesen a jövőben is. A 24 órás vetélkedő megnyitója különleges és megismételhetetlen volt abból a szempontból, hogy a júliusi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángja is elindult, hogy bejárja az országot és hírét vigye a nagyszabású nemzetközi eseménynek. Mindenki kiveheti ebből az élményből a részét, hiszen elindult országjáró körútjára ez a láng, több héten keresztül az országban, de Győrbe is mindenkinek lesz erre lehetőség, minden város részben föl fog bukkanni a láng különböző napokon, és részt lehet venni egy fáklyafutás keretében. A fiataloknak nagyon köszönöm, hiszen ők is nagyon aktívan kiveszik ebből a részét, nem csak a fáklyafutásból, hanem az önkéntességből is, hiszen 1200 helyi önkéntes van legalább, és azt gondolom, hogy a jó részük fiatal, nagyon köszönöm nekik, hogy ezt bevállalták, hiszen nagyon fontos, hogy ez a rendezvény kiválóan sikerüljön, és az ő közreműködésük is kell hozzá. Az EU fákja tehát elindult országjáró útjára, a 24 órás vetélkedő résztvevői pedig emelkedett hangulatban vetették bele magukat az önfelett táncba és a szórakozásba. Természetesen a 24 órás vetélkedőn az EJOF kapott kiemelt szerepet, és persze az, hogy a fiatalok továbbra is érezzék, Győr törődik velük, és jobbnál jobb lehetőségeket kínál a jövőjüket illetően.